Tessék? Jó, annyi bocsú. Kit gyászolja? A Magyar Szocialista Munkáspárt volt főtitkárát. Miért érezték azt, hogy el kell ide jönni? Hát én személyesen azért éreztem úgy, mivel az ő vezetésével 1966-ban, 56-ban az ő vezetésével jutott el a párt a munkásokkal választója megteremtésére. Ez volt 56 is. Igen. Azt elfelejtjük? Nem, hát éppen erről van szó. És milyen emlékeim főtitkárról, most, hogy voltak a sírjánál? Én személyesen a munkás mozgalomba való részvételéért, illetve az ő vezetésével győzött a munkásparaszt hatalom 1956-ban. Köszönöm szépen, kérek, ki tetszik gyászolni Kádár Jánosnak? Hát, mit mondjak magának? Egy tisztességes, becsületes embert. Ennyi. Kérek egy pillanatra, ki tetszik gyászolni Kádár Jánosnak? Isten, hogy? Miért érezted azt, hogy el kellett ide jönnie? Kérem szépen, én úgy éreztem, hogy ez az ország annyival tartozik ennek az embernek, aki a becsületnek, a párthűségnek és a hazafiságnak a megtestesítője volt. És annyi jót tettek az országnak, hogy ezt megérdemli. Ja, történelmi személyiség. Annyi jelentétes hír jelent meg a személyek körül, ez nem zavarja ön? Nem, ez nem zavar, mert azok a hírek azok meg... hogy mondjam, csak azokkal lehet vitatkozni. Azok nem egy az egybe úgy igazak, szerintem, ahogy elhangzanak. Vannak, biztos, hogy vannak hibái, követett is el hibát, de véleményem szerint a történelmi nagysága sokkal nagyobb annál, mint amit hibájául fölrólnak. Köszönöm szépen, Szűcs. Elnézést kérek. Miért érezted szükségét annak, hogy eljönjön? Nagyon hosszú ideig dolgoztam a ifjúsági mozgalomban, és nagyon tiszteltem és becsültem Kádár elvtársat. Ki gyászol benne? Tanítót, mesterünket. Nem zavarta az, hogy hát az utóbbi időben ellentétes információk kerültek körülött? Zavarni zavar természetesen mindenkit, aki figyel, de számomra az egész életmű lényege és értelme az, hogy ott, ahogy ez az ország fejlődött, épült, szépült, neki nagyon sok mindent köszönhetünk. De csak mindenki derült, hogy éppen rossz döntései folytán most ez az ország nyugodni kényszerül. Ez nyilvánvaló, ezt majd értékelni kell, de most a temetéssel készülünk. Szerintem nem ez az igazán alkalmas pillanata a pontos mérleg készítésre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kiket tiszteltek Önökben? Hidvégi József vagyok, a Híradóban. Köszönöm szépen, hogy miért jött el ide tiszteletétől. Úgy érzem, hogy az olyan egyéniség volt, aki annak ellenére, hogy fiatal vagyok, sokat köszönetek neki. A jövőt is megalapozta, ami remélhetőleg kedvező lesz. Nem zavarja az Önt, hogy itt mindenféle ellentétes híreket lehet hallani felőle? Én úgy gondolom, hogy ez tisztázódni fog. Tehát az ő politikai szerepét idővel biztos, hogy úgy fogják értékelni, hogy helyére kerül. És azt hiszem, hogy a két pólus közeledni fog a megítélésében, az ő megítélésében is. Úgy érzi, hogy most nagyon szélsőséges az ő életútjának megítélése? Én úgy érzem, hogy vannak szélsőséges megítélések is, de mindenképpen közeledni fognak. Köszönöm szépen! Elnézést, ne haragudjon, megkérdezhetem, hogy miért tartottam fontosnak, hogy eljöjjön ide? Én azért tartottam fontosnak, mert az elveim, amit vallottam, mivel kommunista vagyok, pártag vagyok, és engem nagyon megrázott Kádár elvtárs halála. Nagyon tiszteltem, becsültem,
1957 óta, amit végzett munkát, az egy olyan jellegű munka volt, hogy a magyar nép a hasznára, a boldogságára és a jövőjére nagyon hasznos tevékenység. De hát kiderült, hogy 56 után a szerepe nem volt egyértelmű. Az 56-os szerepe nem volt egyértelmű. Én nekem az a véleményem, hogy ebbe nem csak ő volt, hát, hogy mondjam, hibás. Nem is hibának nevezném. Talán a körülmények, az akkori politikai helyzet, ami akkor volt, ugye, tudja mindenki, hogy a Szovjetunió hatása, az is szóval önfölmenteni őt ez a én minden esetre én fölmenteni, én biztos, és magamra felismertem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Történt, az jelentős mértékben neki köszönhetően. Jóformán katasztrófába sodorta az országot, de ő személy szerint ebben az időszakban is őszintén hittel és becsülettel tette, amit csinálta. És ez azért mégiscsak egy olyan dolog, ami nem túlságosan gyakori. Mindenképpen legalábbis tiszteletet érdemel. Tehát a hitét tiszteli benne? Igen, a hitét, az emberségét, becsületét, és ugyanakkor azt is, hogy tehát nem csak a hitét, hanem a politikusi nagyságát is, mert azért mindazzal együtt, hogy amit csinált, abban nagyon sok volt a rossz. De ezt a rosszat ő el tudta adni, és nem csak nekünk, el tudta adni egész Európának és az egész világnak. Méghozzá azért, mert éppen azért, mert tisztán, őszintén és nagyon jól csinált, amit csinált. Ha bármit csinált, az nem volt jó. És kigyászol benne. Gyászolom benne az ember. Gyászolom benne azt az eszmét, amit képviselt. És akár is veszük, szóval az úgynevezett kádárkorszak az mostán egyszer is mindenkorra véget ér. És legfőképpen pedig, nem legfőképpen, mondjuk úgy nagyjából egyenlő mértékben az előzőkkel. Gyászolom benne saját illúziómat, amelyek ezek országhoz küzdöttek. Köszönöm szépen. A 15-ös autóbuszhoz. Elnézést kérek, megkérhettem önöket? Megkérdezhetem, hogy miért jöttek el? Hát mert szeretek el belem, és szeretek el megnézni, hogy tudott róla, hiszen a nagyon fiatal. Hát nagyon keveset, de láttuk a tévébe. És kit gyászolt ember? Egykori nagyvezetőt, vagy voltak róla fogalmai? Nem voltak róla fogalmai, egykori nagyvezető. Köszönöm szépen. És kérek, ne kérdezhetem önt, hogy miért jött el ide gyászolni? Fogom, hogy ilyen. Jó napot. Összehallhat. Próbáltunk el a pakatőre jelent. Kifejezni se tudom. Én
Őt hallgassz. Úgy is sokat szenvedtem. Mire fegyvert kaptak a kézünk. Ezt kifejezni. Ez egy nagy vesztes. Tehát kiderült az, hogy 56-ban becsületes embereket is leöltöztek. Igen. Igen, sajnos. És 56 után is a Kádár idején. Kádár idején. Olyan embereket, akit nem vétettek, azok nem kerülhettek. De szerintem Nagy Imrét nem rehabilitálná? Ne. Én. Akkor, amikor abban az időben olyan embereket kerestek, aki nem vittek semmit, csendőrökbe öltöztek. Én győri vagyok különben, és kakastollas egyenruhában, akkor az mi volt, ha nem ellenforradat? Akkor az mi volt? Kiderült, hogy Nagy Imre végül is nem vétett, és az országnak jót akart. Vagy ezt nem hiszik? Hát, hogy jót akart-e 32 év után, könnyű ezt mondani. De abban az időben, ugyanúgy a Vincenti rádió beszélt, amikor visszakírték a birtokokat, akkor mi az? Tessék mondani. Az, ami most van Magyarországon, és ami kiderült, ugye, hogy az ország sekere nem áll igazán jól, minek tulajdonítsa? Hát én annak tulajdonítom körülbelül 80-as évektől, hogy nagyon félre tájékoztatva maga Kádár társaság. Ennek tulajdonítom, hogy ide jutottunk, mert az, aki minden 56 után olyan életszínvonalat biztosítani, ami volt, ezt nem hiszem, hogy még egy tudta volna biztosítani. Tehát olyan fölmentik Kádár János közül a híves döntések illetve. Fölmenten, mert ő körülötte, és nem ő egyedül határozta és döntött. Nekem ez a köszönöm szépen.